Változunk. Február 28-ától Nézz fel! Nézzünk fel együtt most Jeremiás prófétára. Arra prófétára, akinek egész élete példaértékű, de most csak egy pillanatképre futja időnkből, ezt szeretnénk röviden tanulmányozni, azt a kis párbeszédet, amelyben Jeremiás egy másik prófétával, Hanániással áll vitában. A vita volna az a központi kérdés, amiben szeretnénk most olyan ismeretekhez jutni, amelyek eligazítanak bennünket, hiszen teli van az életünk vitahelyzetekkel. Most volt a házasság hete, a családban, a munkahelyen, számtalan helyen, az élet minden területén találkozunk ezzel a helyzettel, amikor vitába keveredünk, nem egyezik az álláspontunk a másik emberekével, és ebből gyakran veszekedés származik, gyakran rosszul reagálunk. Tehát szeretnénk tudni, hogy hogyan kell helyesen vitatkozni. A vita egyébként nem rossz dolog, a latin eredetű szó, és életet jelent, tehát nem egy elvetendő dolog, csak tudni kell, hogy hogyan kell helyesen vitatkoznunk. Egyetlen egy szöveget fogok felolvasni, egy mondatot, ez volna a kulcsa az egész történetnek. Jeremiás válasza a Hanániás álláspontjára, amely természetesen nem egyezik az övével, és nézzük meg, hogy Jeremiás mit tesz olyankor, amikor valaki mást mond, mint amit ő képvisel. Jeremiás könyvében a 28. fejezet 6. versét olvasom fel. Mondta pedig Jeremiás próféta, úgy legyen, úgy cselekedjék az Úr, teljesítse az Úr a te beszédeidet, amelyekkel prófétáltad, hogy az Úr házának edényei és a foglyok is mind visszahozatnak Babilonból e helyre. Tehát Jeremiás megismerkedik Hanániás álláspontjával, amit korábban ugye elmondott. Arról szólt, hogy Hanániás azt állítja, hogy 2 év múlva visszajönnek Babilonból, oda elhurcolt zsidó foglyok, sőt a templomi edények és minden visszáll a régi mederbe. Jeremiás álláspontja itt nincsen ismertetve, de tehát mindenki tudta, hogy 40 éven keresztül Jeremiás azt képviselte, azt hirdette Izraelben, hogy a nép egy súlyos, nehéz fogságba fog jutni, Babilonba hurcolják, és 70 évig ott kell raboskodnia. Tehát ez a két álláspont ilyen értelemben itt ismert, és Jeremiás hogyan reagál, amikor szembesül azzal, hogy egy másik önmagát prófétának tartó személy azt állítja, hogy nem úgy lesz, ahogyan ő mondta, hanem valami egészen más fog történni. Jeremiás azt mondja, hogy úgy legyen, úgy cselekedjék az Úr, teljesítse a te beszédeidet. Tehát Jeremiás azt mondja, hogy bárcsak úgy lenne, hogy te ezt mondod. Kívánom, hogy úgy legyen. Legyen igazad. Amit te mondasz, az a jobb, ez a kívánatosabb a népnek is, neked is. Tehát Jeremiás hajlandó elfogadni a másik álláspontját, mivel hogy az nem száfolható, nem bizonyítható, hogy nem igaz. Itt egy rövid kitérőt hadd tegyünk, hogy hogyan nevezik ezt a magatartást. Az érvelés elmélet is meghatároz szabályokat, a viselkedési szabályokat az érvelés során, és ezeknek az egyik alapelve a jóindulat elve. Érdekes, hogy egy tudomány a jóindulatot, mint erkölcsi kategóriát kötelezővé teszi a vitapartnerek számára, de ez így van, utána lehet nézni, én például Markitai Tihamérnak a könyvéből, az Érvelés Mestersége című könyvéből vettem ezt az állításomat, és azt látjuk, hogy Jeremiás itt olyan jó indulatot tanúsít a másik iránt, amely azt gondolom, hogy felülmúlhatatlan. Tehát hajlandó elfogadni azt, amit a másik mond, holott ennek nagyon súlyos következményei volnának ő rá nézve. Nem is firtatjuk most, nem is tudjuk átgondolni, mindenki utána gondolhat. Tehát Jeremiás nem azzal törődik, hogy ő számára ez most mit jelent ez a kijelentés, ez az állítás, hanem hogy mi a jó abban, amit a másik mond. Jó-e egyáltalán? És talán még egy fontos mozdanatra ki kell, hogy térjünk az érvelés elméletből, hogy a jó vitának mindig az a célja, hogy megkeressük, mi az igazság. Ez az egyetlen célkitűzése, hogy
megkeressük közösen a vitapartner együtt, hogy vajon melyik, mi az igazság. Nem az számít, hogy kinek van igaza, hanem hogy mi az igazság és mi a helyes álláspont. Ebből a magatartásból, ebből a célból kiindulva következik a jó indulat elve, és a másik elv pedig a józanész és az igazságosság elve. Másképpen fogalmazva, jó indulatot kell tanúsítanunk az értelmezésben, a másik fél szavainak és kijelentéseinek értelmezésében, és józanságot és kíméletlen kritikát kell tanúsítanunk, amikor elemezzük és értékeljük a kijelentést. Nos, ez a két elv mindkettő megtalálható Jeremiásnál, az egyikre már beszéltünk a jó indulatról, amely felülmúlhatatlan és túlszárnyalhatatlan, de nézzük az igazságosságot. Vajon Jeremiás csak pusztán jó indulatból azt mondta, hogy úgy legyen, ahogy te mondod, bárcsak igazad volna, legyen úgy, neked legyen igazad. Nem egyszerűen csak ilyen elvtelen jó indulatról van szó, hanem arról, hogy ez az igazság keresésének az egyik módja is, hiszen Jeremiás azt vizsgálja, hogy a másik álláspontja igaz lehet, vagy nem. És mivel nem talál arra lehetőséget, hogy cáfolja, ezért azt mondja, hogy ezen kívül ez jó is az az álláspont, jónak tűnik tartalmában, ezért hajlandó elfogadni, és nem cáfolja, de azután elmondja az igazságosságnak, a józanésznek a követelményeit is, mert ezt most nem fogom felolvasni, de megtalálhatjuk a szövegben, hogy Jeremiás utal arra, hogy azért fontoljuk meg a következő két dolgot. Hogy a proféták Jeremiás előtt miről beszéltek, mit mondtak, és Jeremiás szerint azt mondja, hogy bizony súlyos és nehéz fogságról, nem két évről, ilyen rövid, röpke pillanatnyi szenvedésről beszéltek. A másik szempont pedig, hogy egy profécia igazság tartalmát akkor lehet kideríteni, amikor letelik a benne foglalt idő. Amikor letelik a két év, amit Hanániás mondott, akkor fog kiderülni, hogy igazat mondott, vagy hamis. Tehát nincsen mód arra, hogy pusztán elvi síkon a kérdést eldöntsék, ezért most nem lehet állást foglalni ebben a kérdésben úgy, hogy kinek van, mi az igazság, de Jeremiás maximálisan hajlandó elfogadni a másik álláspontját, mindaddig, amíg az ki nem derül, hogy miről, mi az igazság. Ez egy nagyon-nagyon követendő és számomra rendkívül vonzó magatartási mód, Jeremiásnak a jó indulata és a józan ész, amely teljes összhangban van egymással, belegondolunk még a jó indulatot is azért a józan ész keretei között fogalmazza meg, vagy a között mozog a jó indulatú kijelentése és álláspontja. Ugyanakkor a kíméletlen kritika és a elemzés az is egy jó indulatban ágyazva, hogyha belegondolunk, hiszen Jeremiás nem azt mondja, hogy gondold meg, hogy igazad van-e, hogy valóban az Isten küldötte, meg szerintem nem így van, nem úgy van, de nem fogalmaz meg konkrét állítást, hanem csak elmondja azokat a szempontokat, ami alapján a másik fél is megvizsgálhatja, sőt, a nyilvánosság ott jelentő közösség is megvizsgálhatja ezt a kérdést, és eldöntheti, hogy hogyan foglaljon állást. Tehát én azt úgy foglalnám össze még egyszer, a vitának az alapja, hogy a cél az legyen, hogy megtaláljuk az igazságot. Ebből a célból együttműködésre van szükség. Az együttműködés két elvben alapul, az egyik a jó indulat elve, a másik az igazságosság, a józanész elve. És ha ezeket fogjuk alkalmazni, úgy, ahogyan Jeremiás bemutatta, akkor egészen biztos, hogy teljesen más vitákat fogunk folytatni, mint eddig. Nem volna haszontalan, hogyha ma a közéletben és minden területen ezt tudnánk ezeket alkalmazni. Ha valakit érdekel, az érvelés elmélet is nagyon jó tanácsokat ad, de mint mondtam, 18 szabály van csak a magatartásunkra vonatkozóan, és rengeteg egyéb a logikára vonatkozóan. Tehát én azt ajánlom, hogy a Bibliában ezek az elvek nagyon jól, ugyanazok megtalálhatók, és nagyon egyszerűen és nagyon tömören. 1200 oldalban benne van az egész életünkre vonatkozó tanácsa a Bibliának, és miközben a tudomány, a szakirodalom pedig ugye könyvtárnyira rúg ugyanez ilyen témakörben. Tehát én javaslom, hogy a Biblia példáit fogadjuk meg, kövessük ezeket a tanácsokat már ma, és illetünk minden napján, és meg fog változni az életünk, a vitáink átalakulnak, egyetértésre fogunk tudni jutni, és szeretném még ezt a témát azért folytatni, hiszen egy kicsit sajátos a témaválasztás, egy profécia volt a vitatárgya,
de Jézus életéből is nagyon jó vitákat látunk, és nagyon tömör, nagyon rövid, nem vég nélküli, nem botor és gyerekes vitákat, hanem ilyen típusú jó vitákat, ahol az igazságkeresés a cél, jó érvek hangzanak el, meggyőzőek. Tehát azt mondom, a józanész és a jó indulat, korábban pedig mondtuk, hogy erő és erény, ártatlanság, becsület. Néha két szóban összefoglalhatunk nagyon fontos dolgokat. Így legyen.